Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ma Sopronban. Örülök, hogy egybegyűltünk. És szokás szerint kezdjük a Dharma beszédünket az Om Námontrával, amely az univerzum a maga tisztaságában. közelmúltban már hallható volt jó párszor. Egy kuhannal kezdjük a mai darma beszéd felvezetését. Ez pedig ma este Unmun Zemmester egy nagyon fontos története. A címe Aranyszőrű oroszlán. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Unmun Zemmestert. Mi a tiszta és somolhatatlan darmatest? Virágzó sövény, felelte Unmun. Az ilyenség birodalma milyen? Kérdezte újra a szerzetes. Aranyszőrű oroszlán, válaszolta az enmester. Kérdések. Mi a tiszta és somolhatatlan darmatest? Virágzó sövény és aranyszőrű oroszlán. Azonos vagy különböző? Mit jelent az, hogy aranyszőrű oroszlán? Kommentár. Vigyázz, vigyázz! Az aranyszőrű oroszlán ordít és felfal. Hová menekülsz? Szunkzenzen mester, az összes pátriárka, Évszázadokon és ezredeken keresztül ezt az egy pontot tanította. Ez az eredeti tudat pontja, a nem gondolkodó tudat pontja, a tiszta és romolhatatlan dharma test tapasztalatának a pillanata. Ez a tapasztalat mindegyikünk lehetőségei között ott van. Hányan élünk vele? Ahányan élünk vele, annyian tudjuk letisztítani tükörszerű tiszta tudatunkat, annyiban tudjuk mentesíteni a szennyeződésektől, amelyeket mi magunk rakunk rá mi magunk hiszünk a dualitások abszolút létében, mi magunk hiszünk az ítéleteink valóságosságában, mi magunk hiszük azt, hogy a véleményeink tények. És amikor ettől megszabadulunk, amikor ebből az álomból felébredünk, akkor kevesebbet szenvedünk és szenvedtetünk. Ezért viszont adni is kell valamit és nem pusztán időt, energiát, erőforrást, hanem a legnagyobb dolog, amit föl kell áldozni a valóság oltárán, az a saját önképed. Amíg a saját önképedben hiszel, és a saját önvaló tapasztalatát nélkülözöd, addig szükségszerűen szenvedsz és szenvedtetsz. Mi egy felszámoltad a távolságot önképed és önvalód között, akkor lesz az egyévállás tapasztalata által Tiszta a tudatod. Eredetileg nincs mit tanítani. Eredetileg nincs mit elérni. De karmáink és téves nézeteink függvényében van munkánk. És ez a munka egymásért zajlik. Az egyéni megszabadulás ösvénye mások segítsége nélkül járhatatlan. Mások segítsége elképzelhetetlen a saját magunkon végzett munka nélkül. Ha ezt így látod összefüggésben, megszűnik az a kín, hogy hogyan legyek sikeres, jó, boldog, és a többi, miközben tudom a lelkem legmélyén, hogy ez az egész 40-50-60 év múlva elmegy a temetőbe. Vagy pedig hogyan adjak értelmet annak a sok-sok inkarnációs ciklusnak, amire, ha már ráláttam, Beláttam a karmám miatt a saját tehetetlenségemet is, a saját meghatározottságomat is, a saját porszemmi voltomat 7,3 milliárd ember között, és ebben az elképesztő nagy világegyetemben. Ha a formák szintjéről indulunk ki, nincs könsebb értelme az egésznek. De nem a formákból indulunk ki. Az ember jóval több, mint a formák gyűjteménye, legyenek azok gondolati formák, érzelmi formák, cselekedet vagy beszéd. Van bennünk valami, amely látja ezeket a formákat, van bennünk valami, amely nem név és nem forma, tehát nem keletkezik és nem szűnik meg, és nincs kitéve az élet és halál körforgásának. Ez az, amely ebben a pillanatban figyel. Ez az, amely ebben a pillanatban mozdulatlan, tiszta tudattal jelen van. Ez az, ahonnan a kérdéseid jönnek, és ahova a válaszok bemennek. Ez az, ahol az alfa és az omega találkozik. Amennyiben élünk a megvilágosodás lehetőségével, annyiban tudunk segíteni másokon és magunkon. Amikor az aranyszűrű oroszlán hasonlatot hallod, akkor tudod, hogy Unho zenmesternek nagyon komoly taoista háttere volt, mint minden zenmesternek. Hiszen a klasszikus indiai buddhizmus az északi átadás során Kínában a taoizmussal vegyült. A több évszázados szinergia eredménye a zen. Mit teszel ezzel? És olyan Trumpa Rinpoche, amikor a darma beszéd végén kérdéseket tettek föl neki, akkor mindig azt mondta, hogy mélységesen sajnálak titeket. És megkérdezték a szangatagja, hogy ugyan miért, mester? Azért, mondta Rinpoche, mert ma már hallottátok a darmát, és nem tehettek úgy, mintha nem hallottátok volna. És hogyha nem gyakoroljátok, akkor bár ne hallottátok volna. A lélek imperatívuszát a belső felszólítást nem lehet sokáig elfolytani. Nem lehet sokáig pócselekvésekkel mímelni, hanem vagy arra az útra lépsz, amelyben hiszel, és azokkal társulsz, akikben bízol, vagy a lélek elveszejti önmagát. Mit szeretnél? Milyen úton szeretnél menni? Milyen ciklusokat szeretnél ismételni? Milyen cselekedeteket szeretné magad mögött hagyni? Pillanatról pillanatra ez az emberi választási lehetőségünk. Tehát építsd fel azt a világot, amelyet magadnak és másoknak egyaránt szeretnél, építsd fel azt a személyiséget, amely magad és mások előtt ugyanúgy megáll. Nincs sok idők. Rendkívül rövid az élet. És egy óriási cezúra van az elején és a végén, ezt hívják születésnek és halának. És még ha éberen is lépsz át ezeken a kapukon, a tudat szükségszerűen lezárja a korábbi inkarnációt, mielőtt megszületsz, és lezárja ezt, amikor meghalsz. A tudattalanodban csak azt viszed magaddal, amivel azonosulsz, akár szándékosan, akár tehetetlenségben ahogy a templomi szabályaink mondják, ugyanabból az időszakból, ahonnan Unmun története származik, ez a Tang dinasztia beli Kína. Pai így szólt, vigyázz, hová lépsz. A felhők felszállnak az égbe, a folyók a tengerbe folynak. Kinek van kérdése? Én szeretném megkérdezni, hogy fontos-e az, hogy mire meditálunk? tudnélik, ugye megkérdeztelek téged az előadás előtt, hogy egyes jogautak azt preferálják, hogy a szívcsakra alá, alatt ti részekre ne meditáljunk, mert akkor elszabadulhatnak bizonyos negatív erők. Azok a negatív erők már elszabadultak. A zenben, ismétlem taoista tant követve, az alsó égető, azaz a tantien, azaz a köldökcsakra a középpont. A felső három nagy csakra, tehát a szív, torok és homlok csakra tartalmaival nem foglalkozunk, mert ezek mind keletkeznek és megszűnnek. Az endben nem azzal foglalkozunk, ami keletkezett és megszűnik, illetve ha kell, tesszük ezt, de mint másodlagos praxis. Azzal foglalkozunk, ami nem keletkezik és nem szűnik meg, és így köldökcsakrában tapasztalhatod azt az energiaállapotot, per tudatállapotot, amely még nem differenciálódott. Nem vált 2, 4, 8, 16, 30, stb. Nem vált a dualitások végtelenségévé mentálisan fölfelé, és a fizikai szaporulattá lefelé. Tehát a köldökcsakrában tapasztalhatsz egy olyasféle állapotot, amely az eredeti egység. Ezért látod a Mahamudrát itt, a köldöknél, és nem máshol. A Buddha azt mondta, ne azért higgyétek el ezt a tanítást, mert az öregek rátok hagyták. Ne azért higgyétek el, mert logikusnak tűnik, érthetőnek, praktikusnak, vagy egyéb módon hasznosnak. Hanem ha érdekel, ha szükségét érzed, próbáld ki, és ha működik, nőj föl hozzá. Ha nem, nyugodtan hagyd hátra, és ne foglalkozz vele. Köszönöm szépen. Szívesen. 116. Mángong zenmester Kümszondé remetességben tartózkodott, Dzsonghésze templom közelében. Hébong zenmester meglátogatta, és így szólt. Egy régi mondás szerint az igazi lényekben ha csak egyetlen hajszálnyi hiba is van, az ég és a föld különválik erre így válaszolt: Még ha egyetlen hajszálnyi hiba sincs, az ég és a föld akkor is különválik. Kérdések. ha csak egyetlen hajszálnyi hiba van, az ég és a föld különválik. Ez mit jelent? Még ha egyetlen hajszálnyi hiba sincs, az ég és a föld akkor is különválik. Ez mit jelent? Mi a különbség a hajszálnyi hiba léte és nem léte között? Kommentár. Ha megszólalsz, hibázol. Ha csendben maradsz, akkor is. Szavak és csend nélkül csak láss, csak haj. Technikai jellegű kérdésem lenne, ha már uh, Kuan-nal indítunk, illetve most már másodszor is előkerült a, a mai alkalom során. Ez a könyv a 208 kuanitta, a kuanok számozása az a nehézségi fokozatot jelenti, vagy nincs -e jelentősége, illetve hogyan kell ezt használni a egyszeri gyakorlónak, tehát otthon, hol itt olvasok bele, hol ott, vagy folyamatosan sorba menjek vele, vagy igazából én azt gondoltam, mikor még úgy láttam és nem olvastam bele, hogy ez majd jó lesz nekem, mert olvasgatom aztán, hogy nagyon szépen meg tudom oldani a kuanokat, Hát ez nem ment olyan szépen, tehát én elolvastam, a kérdések is ott vannak, a kommentár is ott van. Amire esetleg megoldást véltem felfedezni, azon, meg azért nem mentem sokra, mert hát nem volt kontroll, hogy most az jó megoldása, vagy rossz. Úgyhogy ez lenne igazából a kérdésem, hogy ennek a, az otthoni használata, vagy célja, vagy milyen módon tud-e segíteni. Betesszük a párnánk alá, és alszunk egy jót. Reggel meditálunk, és elolvasunk egy koant. és elindul a nap. Este ugyanez, de a fine. A koan az, mint már hallottátok, nem szórakoztatóipar. Teljesen más kontextusban kell őket értelmezni, mint ahogy itt nyugaton szoktuk őket szeretni vagy nem szeretni. A kuana arra jó, hogy kiélesítse azt az éber tudatot, amely nem dualitásokon alapszik, amely megengedi az ellentétek jelenlétét, látja azok teremtett voltát, visszatér azok kialakulása elé, és helyesen használja ezeket az ellentéteket. A kuan mindig egy nagyon komoly emlékeztető arra, hogy eredetileg semmi sincs. Mindig egy nagyon komoly felszólítás arra, hogy maradjon a tudatod mindig tiszta. Ne engedd a prekoncepcióidat, az előítéleteidet, a fixaidáidat, rávetülni a világra, és ezért a másikat hibáztatni, mert ez megtörtént. Maga a könyv, amit említettél, az azért készült, hogy legyen végre egy áttekinthető és átadható magyar fordítása annak, amit eddig más forrásokból szedtünk össze. Történelmi sorrendet követ, ha megnézed, időrendben és kontinentális sorrendben szépen, jól követhetően, rendszerezve le vannak jegyezve ezek a kohanok, és ez a tudat mindennapi kenyere. Visszavonulás nélkül nem sokat ér. A tanítóval való interjú nélkül szintén nem sokat ér. Arra jó, hogy belásd azt, hogy mi az, amire egyedül nem vagy képes. Tehát nagyon jó az otthoni gyakorlat, de a szanga nélkül nem megy. Nagyon jó az, hogy engeded a tudatod tükrében a kuant megmutatkozni, de a tanítóval való interjú nélkül nem megy. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy jó, mélyre tegye el a kuant könyvet a párnája alá. Néha vegye elő és olvasson egyet-egyet, de ne, ne adagolja túl. Ha gondolkodik rajta, hiba. Ha nem olvassa el, az is. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy vannak dolgok, amiket szeretnék elérni, például lesz, szeretnék fogyni, bár lehet, hogy ez rossz példa, és hogy azt veszem észre magamon, hogy mondjuk tudom, hogy hogy kellene csinálni. Étrend, egyzés, ilyesmi. És ezt meg is csinálom, tehát, hogy felveszek egy egyzésnaptárat, szépen pipálgatom, és így eltelik négy hét, hat hét, nyolc hét. És a végén bejön valami ilyen krah, és dühös vagyok, keserű vagyok, nem tudom, hogy ezzel mit lehetne csinálni. És nyilván nem csak ez, az egy dolog van, tehát, hogy tanulásban is több mindent szeretnék csinálni. Maradjunk a fogyók az, jó az, az nagyon jó. Oké. Okay. Utána a tanulás. Mi az, ami eszik benned? A gyomrom. Nem. A gyomor a tartó. Mi rakja bele a tartalmat? Ja, hát én. Hát... Mi az az én, ami eszik benned? Miből áll? Amíg ezt nem ismered fel, addig nem lehet lefogyni. Tehát, hogy milyen gondolatok, milyen érzelmek, milyen félelmek, milyen remények esznek benned, amíg ez nem tudatos, addig van állandó jó-jó effektus. Akár úgy, hogy sikerült, négy hétig csak citromlevenéltem. És akkor jutalmazod magadat egy kis tiramisúval estékként. És akkor sikerült. Az annyira ismerős, ezzel mindegyikünk így van. Tehát nézd meg, hogy aki már az aktív sportból, meg egyébből kinőtt, mert családja lett, mert lesérült, mert dolgozik, mert egyemek, egész másképp kellene a szokásait intézni, de mégsem. Na most innentől kezdve látod azt, hogy a test az csak egy csatorna, egy doboz. És a lélek rakja bele azt a sok mindent, ami ahhoz kell, hogy te azt gondold, amit szeretnél, azt érezd, amit szeretnél, azt mondd, amit akarsz, és azt cselekedd, amit akarsz. És ez eszik bennünk, a karmánk eszik bennünk. Ha megváltozik a karma, megváltozik az étrend is. Tehát ha dolgozol azon, hogy letisztuljon az, hogy mi vagyok, az a tudatnak a bőtje, és a tudat következik a helyes étrend is. Na most a tanulásról mit kérdezel? Hát, hogy ugyanezt érzem másnál is, tehát, hogy például szeretnék megtanulni egy nyelvet, és neki ülök, szépen csinálom, haladok a leckékkel, és tehát, hogy, hogy ugyanez megtörténik, és egy ilyen 4 hét, 6 hét, 8 hét, tehát, hogy, hogy egy ilyen időszak, mennyit nem tudom, fegyelemmel kibírok, és akkor utána ez így eltörik, és, és énkor tök dühös vagyok, meg keserű, meg szomorú. Korábbi kitartás karma, illetve vannak a hiánya, tehát eddig van szavatosság ideje az önbizalomnak. Úgyhogy ezt túl kell lépni azzal, hogy mondjuk befizetsz egy olyan túrára, ahol minimum három hónap, amíg visszaértek. Például egy ilyen a három hónapos elvonulás. És a legfontosabb, amit mindig mondok, hogy három dolog legyen meg. Az előre megbeszélt időpontban megjelensz, és az előre meghatározott időpontban távozol. Kettő, ami a kettő között történik, az csak az időrend. A nap meghatározott beosztása. Semmi más nem történik. Amit ezen kívül tapasztalsz, azt nyugodtan felejtsd el a harmadik az, hogy magad és más ugyanolyan fontos a, szangában, tehát nem akadályozzuk egymás gyakorlatát, hanem segítjük. És ezzel nagyon messzire el tudsz menni. És akkor megszűnnek ezek a korábban lerakott korlátok, egyebek. Jó, csak itt ugye koanokról volt szó, és csak ilyen érdekességképpen, hogy ma is vannak, születnek még koanok? Tehát, hogy van ilyen mobiltelefonos koan, vagy ez mind ilyen tök régi dolog. Van, Például, ha van mobiltelefonod, az egy óriási teher, ha nincs, az még nagyobb. Melyiket szeretnéd? Itt egy mobilos Egyébként a kohanpraxis margójára szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy a magyar népmese hagyományban rengeteg természetesen született paradox történet van. Van egy olyan mese, ahol a lánynak fel kell menni a király palotába. Az a feladata, hogy az úton is menjen, és ne is, viseljen ruhát, és ne is, hozzon ajándékot, és ne is. És mindenki emlékszik, hogy ezt hogy csinálja meg. És azt kell mondanom, hogy brilliáns a megoldás. Tehát van egy olyan mély lélek, egy olyasféle mély népi bölcsesség, amely ezzel az intuitív bölcsességgel gyönyörűen kapcsolatba hozható, amit szellemi hagyományokban tanítunk az egyszerű és tiszta tudat az nem valamelyik kultúrának, vallásnak, doktrinának a sajátja. Az mélyen bennünk van, csak az a kérdés, hogy mivel tudjuk igazából kihozni magunkba. Úgyhogy a koanok azért is hasznosak, mert engedik az ellentéteket, a paradoxonokat megmutatkozni, sőt, paradox, kreatív, intuitív tudatforma szépen összekapcsolódik. Az ortodox az a bevett tudás. A paradox a tudást meghaladó. Hogy ezért érdekes az, amikor nem egyikre vagy másikra szavaz, hogy ez a jó vagy az a rossz, Na azt mondod, hogy a jelenségek természete ugyanaz, mindegyiknek megvan a maga működése, szanszkitul a tatvája, és ezeknek a működéseknek az összessége a dharma, a törvény, a világ törvénye. Ez az ellentétekbe szerveződő, Ellentétpárokra osztható jelenségvilágnak az összessége. És akkor ebben kéne eligazodni. Itt kéne megtalálni az utunkat. És azt tapasztaljuk, hogy mihelyt a világ egyik oldalát erősíteni szeretnénk, azon nyomban vele erősödik a másik is. Hiszen ha az érem egyik oldalát elkezded melegíteni, akkor a másik oldala is ugyanazt a hőt kapja, csak más felől. Tehát vagy a jelenségek gyökerére rátapintasz, ahonnan kipattannak, vagy pedig a kölcsönös függőség törvénye szerint egymás áthatásával érvényesül az ok- és okozat törvénye. És ez nem az, amit mi szeretnénk. Ezt hívjuk a karma tehetetlenségének. Én jót akartam. És akkor miért sült el én elképesztően borzalmasan? Azért, mert valamit nem vettünk észre. Ezt a Damapada úgy mondja, hogy ha van ez, akkor szükségszerűen van az is. Ha van jó, mellette van a rossz is. Ha van szeretet, mellette van a gyűlölet is. Mit kezdünk ezekkel az ellentétpárokkal? Megismerjük-e ezeknek a törvényeit? Helyesen működtetjük-e ezeket? A megszabadulás irányában haladunk el. Tehát ezeket a kérdéseket érdemes föltenni, és akkor. Helyesen tanulunk és helyesen felejtünk. Az ember egy idő után e, már nem úgy teszi fel a kérdést, hogy mit akarok az élettől, hanem úgy, hogy mit akar tőlem az élet. És e, hogyha az ember ezt őszintén kérdi, akkor minden esetben megkapja erre a választ még ebben az életben? Általános a kérdésed. Figyelted? Figyelni. Így hogy válaszoljam meg? valójában mi hiányzik? Tehát mi az a bizonytalanság, ami miatt azt kérdezett, hogy még ebben az életben választ kapok? Tehát amikor viszel egy rózsát szíved hölgyének, hogy remélhetek? Mit a probléma? Valóban nem konkrét ö, példát kérdeztem. Most nem tudok konkrét kérdést feltenni. Inkább átadom másnak a szót. Eredetileg az élet nem akar semmit. Ami karmák vetül vissza különböző felületekről. Ezért mondja az entanítás, hogy eredetileg a fának nincs gyökere, a völgyinek nincs vízhangja. A fát, egy kis magoncból, ugye, palánta, csemete, fa, eredetileg nincs gyökér, valahonnan ki kellett nőnie. A völgynek nincs visszhangja, valakinek el kellett kiáltania magát. Ez az, amit látsz magunk körül, magad körül, ez mind a saját karmáknak az ekhója. A saját karmikus magvainknak a kihajtása. És ez az a ciklus, amely állandóan ismétlődik, és néha úgy tűnik, hogy a fázis egyik részében te akarsz valamit, a másik fázisban pedig az élet akar tőled valamit, de ez gyakorlatilag ugyanaz a kör. Elutasítom a háborút, elutasítom az erőszakot, megtámadják az országot, külső erők. Jön az aktuális katonai egység, hozza a behívót, és azt mondják, hogy vonuljak be. De én azt mondom, hogy nem vonulok be, mert nem fogok fegyvert senki másra, mert azt gondolom, hogy ugyanazok az emberek is emberek, és én nem akarok elvenni életet. Mi a jó döntés? Nincs jó döntés. Tehát vagy delegálod az erőszakot, vagy pedig belelépsz az erőszakba, és egyik se jó döntés. Az a kérdés, hogy te mit érzel hitelesnek és helyesnek a magad szempontjából, a lelked, az utad, a családod, a társadalmad szempontjából, Nézd meg, hogy az egyes döntéseknek milyen kifutása van, milyen iránya van, és nézd meg, hogy melyiket szeretnéd. Menjünk végig Megtámadják az országot, jön a behívó, jelentkezzen a 67-23-as alegységnél ezen a kiegészítő parancsnokságon három napi ideg élelem. Behívót megtagadod, haza nem mehetsz, mert ott fognak keresni először. Tehát a családodtól azon nyomban elszakadsz. Elkezdesz menekülni, elkezdesz bújdokolni, és találkozol talán olyan ö, személyekkel, akik ugyanezt tették, és akkor együtt próbáltok meg túlélni valamit, miközben az ellenség tarolja le az országot, és gyilkolja le a honfitársaidat, családodat, barátaidat, stb. Akkor ezzel kell együtt élni, hogy te megőriztél, vagy meg szeretnél őrizni valamiféle belső tisztaságot, a ne őj parancsát, Miközben delegáltad az erőszakot másoknak, akik ugye a katonai szolgálatot ebben a helyzetben, hogy védelmi szolgálat, ugye, elvállalták. Visszafordítjuk. Valami mégis fölülírja benned ezt, és azt mondod, hogy hát világos, hogy minket támadtak meg, nem az ország határon kívül kell békefenntartó feladatokat ellátni, hanem tényleg a területre léptek idegen haderő, tehát úgy döntesz, hogy megvéded a családodat, a társadalmat, azokat, akik neked kedvesek, és akik velük együtt laknak, és lehet, hogy nem ismered őket. És közben az ellenfelet, az ellenséget harcképtelenni akarod tenni, akár azon az áron is, hogy életet oltasz ki. És akkor ezzel kell együtt élned, hogy éjszakánként feljön ennek az emléke, de az is, hogy amit kötelességednek éreztesz, ezt megtettél. Nincs jó döntés. Olvasd el a Moritz novellát, ott van barbárok. Elképesztő, hogy milyen terhekkel mennek tovább. Nincs jó döntés. Melyik döntéssel akarsz együtt élni? Ez a kérdés. Tehát ha jó és rossz kategóriája alapján szeretnéd ezt megcsinálni, véged van, cselekvésképtelen leszel. Nem tudsz magaddal szembenézni, mert nem tudsz a normáidnak megfelelni. De milyen kimenetelt akarsz? Milyen önképpel, milyen karmával szeretnél együtt élni? A kettő közül melyikben hiszel jobban, és melyiket tudod elvállalni magad és a világ előtt? De egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Tehát amikor a Buddha azt mondta, hogy ez az élet szenvedés, akkor nem viccelt. Tehát ez az egyik nagy szenvedés, hogy nincs jó döntés ilyen helyzetben. Éjszaka jég. Csendben ülve a hegyi templomban egy nyugodt éjszakán, mélységes nyugalom és mozdulatlanság ezek eredeti természetünk. Miért rázza a nyugati szél az erdő fáit? A téli vadlúd egyetlen kiáltása betölti az eget. Kérdések Mészséges nyugalom és mozdulatlanság, ezek eredeti természetünk. Ez mit jelent? Miért rázza a nyugati szél az erdőfáit? Ez mit jelent? A téli vadlúd egyetlen kiáltása betölti az eget. Ez mit jelent? Kommentár darma Indiából érkezett Kínába. Akkoriban sok baj volt a birodalomban, így kilenc évet meditált a Shaolin templomban. Ez hatalmas hiba volt. De ez a hiba kiavította minden ember hibáját. A megfázáshoz használj meghűlésre való gyógyszert, a láz ellen szegy lázcsillapítót. Miféle hibát követett el Bóthi Három évvel halála után megint életben volt, és visszatért Indiába. Hol van most? A padló barna, épp előtted. Tehát, ha visszatérsz a mélységes nyugalom és mozdulatlanság ezek eredeti természetünkhöz, akkor a tudat talál egy olyan pontot ebben a pillanatban, ahol meg tud nyugodni, mert nem mozdul. És ez külső karma független. Ezt mindaddig nem hisszük el, amíg ezeket a karmákat le nem raktuk. Amíg az azonosulás tudata fönnál ezt nem tudjuk tapasztalni. És amikor megszűnik az azonosulás, megszűnik a dualitások általi széttépettség, akkor ebben a pillanatban ezt az eredeti természetet tapasztaljuk, és menedéket tudunk venni benne. Nincs más út ahhoz, hogy tapasztalj valamit, amely a jelenségeket meghaladja, egyben jelen való, egyben megvan bennünk mindegyikünkben. Tehát nehogy azt hitt, hogy egy tudatállapotban, egy érzelmi állapotban, egy kifejezett cselekedetben vagy beszédben meg lesz az, amit keresel. Ezek mind dualitások, mind karmák, mind keletkeznek, elmúlnak, feltételezkötöttek, kötöttek, tökéletlenek. Gyémánt szútra. Mit mond a Budha? Az, aki engem a névben és formában keres, annak az útja helytelen irányba vezet, és nem láthatja az igazi tatágatát. Furcsa lesz a kérdésem. Véleményed szerint, miért nem kérdezünk? Amikor a kóanokat hallod, akkor nem csak a szöveget hallod, hanem a tudat bekerül egy olyasféle gondolkodás előtti állapotba, amely a tudat azt hiszem eredeti állapotához nagyon közel áll. Amikor korábban a kezdő években a tudat struktúrájáról beszéltünk, a meditáció módszeréről beszéltünk, azon volt mit fogni. Ezen nincs. Máshonnan jönnek így a kérdéseitek is. De hogyha ezt nem lépjük meg, akkor a tisztelt közönség nagy része azt hiszi, hogy a zen az az, amit szútra szinten hall, amit alkalmazott pszichológia szinten hall, amit élettapasztalat és egyebek szintjén hal. És ez nem az. Tehát ha nem világítunk rá, ha nem demonstráljuk a tudat általi teremtettségét ennek a világnak, akkor nem fejtjük ki a tant helyesen. Amikor a buddha meglátta a mélységes megvilágosodottságában ezt a tényt, amelyet az Avatamszaka szútra összegez, akkor azt mondta, hogy ezt lehetetlen tanítani. Tehát nem fogják megérteni, annyira egyszerű, annyira tiszta, de tapasztalás nélkül ez nem megy. Tehát szóban nem adható át. És akkor a fáma szerint Brahma a tusita mennyországból lejött, és azt mondta, hogy Magasztos, kérünk, taníts, mert vannak a Földön, akiknek a szemét kevés por fedi. Na most ez a szint, ez már olyan, hogy a kevés porfedi című csoportnak szól. Tehát itt már nagyon kevés gondolkodni való van. A kuanok lehet, hogy gondolatot ébresztenek, és ébresztenek is. De általában a tudatot elhozzák egy olyan állapotba, hogy itt vagy, egyenesen nézel előre, de a gondolkodás így, huk, így elmegy. Hát akkor miből kérdezel? Az interjú szobában is ez nagyon sokszor így van, hogy Felteszem a kérdést ugyanilyen barátságosan, hogy van-e kérdésed? Szóval én voltam, mire bejöttem, elfelejtettem. Nem rendben, van, akkor ért, én kérdezek, jó lesz? És akkor egy ilyen megy ki. Na, most kinek van kérdés? Egy pár pillanat előtt volt szó intuícióról érintőlegesen. Nagyon olyan kérdésem volna, hogy honnan tudható melyik az az állapot, ami az intuitív állapot? Tehát azt hogy lehet beazonosítani? Sehogy akkor hogy tudom megfogni, hogy na most ez az volt. Ha megfogtad, hiba. És ha nem fogtam meg. Az, az és... is hiba. Tehát <laughs> akkor mit tudok vele tenni? Működik, működtest. Tehát az egyéválás tapasztalata az kizárja azt, hogy te a meta rétegeken keresztül ezt a százszerzalékosan vissza tud igazolni. Lásd az ok és okozat működését. És ez a látás az, szanszkitú vidja, amely nem több rétegű, és nem analitikus, és nem különböző elemző mechanizmusokkal visszellenőrizni egyebek. És ezen az egységes tudati téren keresztül tudsz te bármiféle visszacsatolást kapni. Na most az, hogy érthetőbb legyen, hozzáolvasunk egy koant. Jó? jó? Csak láss! Ha meg akarod látni a buthák birodalmát, akkor tartsd meg a tiszta térszerű tudatot. Engedj el minden gondolatot és vágyat. Engedd, hogy a tudatod bármit megéljen ebben a pillanatban. Hogyan tartod meg a tiszta tudatot? Ha nem menne, hallgassd a következőket. A megvilágosodás természete. A felső birodalmakban vannak a buthák, alattuk a létesülés hat világa. Egytől egyig minden jelenség teljes. Egytől egyig mindenben megvan a por és a lényeg áthatják egymást. Már mindenben nyilvánvaló. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz. Már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja és a tudatod azonosak vagy különbözőek? Ha azt mondod azonosak, harmincütést kapsz. Ha azt mondod különbözőek, akkor is. Miért? Hát! Háromszor három egyenlő kilenc. Kérdések. Hogyan tartod meg a tiszta térszerű tudatot? Esd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy háromszor három egyenlő kilenc? Kommentár. Tavasszal sok virág nyílik. Nyáron zöldelnek a fák. Őszre megérik a gyümölcs, télen hideg van. Kezdetben négy lábon, azután két lábon, utána három lábon, végül egyetlen lábon sem. Ezek mit jelentenek? Érted? Ha nem, kérdezd meg a kőleányt. Nagyon szép választ fogadni. Amikor az értelmi és érzelmi mintázataid uralnak, akkor az intuíció az nem működik, vagy nagyon alacsony szinten tud csak érvényesülni. Amikor megfelelő szellemi gyakorlatot folytatsz, amely nem kultúra, hagyomány és egyéb kérdése, hanem sokkal inkább egy hozzáállás, gyakorlat és tapasztalás kérdése, akkor félre tudod tenni azt a karmát, amit úgy közszóval, önképnek, megszokásnak, ragaszkodásnak, egyebeknek mondunk. Hát amikor az illúzió réteg lepucolódik, akkor az intuitív réteg az gyönyörűségesen elkezd fényleni. És ekkor az a finom jel, ami mindig ott volt, az elkezd érvényesülni, mert a sokkal zajosabb gondolatok és érzelmek, azok nem tompítják el, nem nyomják el. Tehát ez a praktikus válasz erre. De enélkül a a mély nem látod. Tehát a csak láss a vidja, az ebben teljesen ki van fejtve. Ez szungszenzen mesternek a története az egyik. És innentől kezdve lehet azt látni, hogy nem azért meditálsz, hogy te jó fiú légy, nem lesz jobb fiú. Te lehet, hogy tisztább tudattal látod azt, hogy valójában milyen vagy. Tehát az intuíció egy rendkívül finom, de nagyon határozott és a pillanatban érvényesülő jel, nem a múlt jelen és jövő függvénye, de egyben tartalmazza mindhárom idősiknak a karmáját. Rendkívül érdekes. Tehát hozol egy rossz döntést, az okozatiság megmutatta, hogy megint a karnádba belefejeltél, és akkor érzed, hogy de te mindig is tudtad, hogy mi volt a helyes döntés, de mégsem azt hoztad meg. Miért? Mert a szokásaidban jobban hittél. És hogyha megfelelően gyakorolsz, akkor ezek a szokások szépen relativizálódnak, megemelkednek, elfújod őket, és az összes többi az már a tiszta működés felé megy. Tehát hogyha tiszta, intuitív működésről van szó, akkor a problémákat megoldod, úgy, hogy azok nem termelődnek újra. És amikor nem termelődik újra egy probléma, abból látod, hogy működött helyesen az intuitív tudat. Köszönöm. Nincs miért. Ha mindannyian ugye már meg vagyunk világosodva. Azt nem mondtuk. Hát De... Akkor tehát Most akkor miért nem leszünk? A tiszta tudat? Megvan a buddha természete Igen. mindenkinek, amely a megvilágosodás lehetősége. Ez mindenkiben megvan. És nem más a megvilágosodás lehetősége egyik emberben, mint a másikban? De a karmája az más. Akkor mennyire fontos a gyakorlás? Ez lenne a kérdés. Nagyon. Nagyon fontos a gyakorlás. És honnan tudjuk, hogy milyen közel állunk a célhoz? Ha úgy érzed, hogy nagyon közel vagy, akkor az iszonyatos hiba, akkor kerültél messze. Mondok egy, erre egy történetet. Szunkszán volt egy fiatal tanítványa, aki egy hát sajnos, mivel mindenki nagyon kedvelte, mindenki által elismert zenmester volt, ha ma is élne, nagyon másképp néznek ki az utódlása ennek a tannak. Szubong zenmesternek hívták, és csinált egy száznapos elvonulást, nem egyet, de ez a koraiak közé tartozott. És az történt, hogy az amerikai ugye, környezetben legközelebbi telefonfülke 16 km Fönn volt a hegyen, valahol Kalifornia környéke, és adik nap, száz napból még van szűk egy hónap, és minden gyönyörű, és minden nagyon flottul megy, és minden pöpec, és fantasztikus élmények és egyebek, Előtte is volt már tapasztalás, tehát túl sok vastag takarítani való nem volt, de mégis ezért le kell csavarozni azt a darmát rendesen, és elfogja az a tudat, hogy ezt mindenképpen be tudja fejezni, akkor meg miért? Minek? Biztos, hogy megvan. Hát ha eddig megvolt, és a korábbiak is megvoltak, hát mire pazaroljam ezt a 20-30 napot? Nem kéne valami más csinálni, valami, valami egyebet, valami hasznosabbat? Em, ember egyedül van, nagyon sokszor elhiszi a saját gondolmányait. Szubong fogta magát, és legyalogolt 16 kilométert, bedobta a, a pénzérmét, felhívta a mestert a keleti parton, és feltette neki ezt a kérdést, hogy miért? És először angolul mondom, mert az öreg is angolul válaszolt, For all beings. Puf! És lecsapta a telefont. Tehát, hogy miért gyakorolt végig? Minden lényért. Pége. vége. Akármit hisz az ember magáról, hogy személyesen elért, az azonnyomban elvesztette, mihelyt ént csinált belőle. És hogyha realisztikusan megnézzük az emberi helyzetet ezen a bolygón, soha nincs vége a munkának sokkal gyorsabban termeljük újra a szenvedést, mint a megvilágosodást. De hogy te mit csinálsz, az nagyon fontos. Haladj a helyes irányba, és ne gondolkodj kezdetben és végben. Tartsd a kapcsolatot a tanítóval, a tanítással és a tanítványi közösséggel. Ez számít az összes többi vélemény. Még egy kérdésem lenne, hogy ez az említetted a három hónapos elvonulást, hogy erről szeretnék így egy kis részletet, hogy ez hogy zajlik, hol zajlik, és milyen témában? A téma zen, és meditálunk, eredeti fénytemplom Pilishegység Magyarország, az idei kezdési időpont november 25-e és február 25-e a vége, ha jól gondolom, az egy vasárnap kell, hogy legyen. Ugyanazt a hagyományt követjük, mint a koreai zen, csak az éneklést azt benne hagyjuk, a klasszikus koreai mire oda jutottak már a szerzetesek, ők már nem énekeltek rendszeresen, a három hónapos alatt még És ez egy olyan tudat tisztítás, amely azt hiszem, hogy kellő elhivatottság és őszinte gyakorlat esetén nagyon mélyre tud menni, és komoly alapokat szolgáltathat arra, hogy a darmát kövesd és ne az illúzióinkat. Tehát a tudat letisztul és a képzés az sokkal inkább a kóa-praxisban mutatkozik meg, és a közös cselekvésben, és a pillanatról pillanatra való tiszta tudatban, semmit valami tudás elsajátításában. Ennek a 90 naposnak az eredete Sákyamuni idejére megy vissza, ott a nyári monszunt töltötték úgy, hogy bementek a saját kis remetességeikbe, a kezdők azok nagyobb csoportokban, a haladók azok vagy kisebb csoportba, vagy egyedül, és megvolt a rendszer, hogy a napi akkori egyétkezést azt hogyan osszák szét, világjak elmentek a területhatárokig, szerzetesek vagy fiatalabbak összeszedték, és e, kivitték a gyakorlóknak, és itt telt el három holt hónap. Na most, amikor a Kínába került a tan, és nagyon megerősödött Kínában a buddhizmus, ez a tang történt, az zenmester volt az, aki látta, hogy itt már a nyári elvonulás nem elég, és hozzátette a télit. Így körülbelül 1300 éve beszélhetünk arról, hogy két darab 90 napos van a zenhagyományban, ezt egész a 20. századig meg tudta őrizni Kína, aztán a társadalmi változások ezt elsöpörték. Japánban nem volt három hónapos, mert mivel főleg szamurái műfaj volt a zen és farmer műfaj, ezt nem bírták volna, az életrendjük nem engedte meg ott különböző hosszúságú sessinek vannak, de három hétnél nem hosszabb egy sem. Koreában maradt meg a kétszer 3 hónap, és ez egy nagyon erős és komoly váltógazdálkodás, hogy zentermen belül három hónap, és utána a világban három hónap. Az enteremben töltött időszakot kölcsénak, vagy angónak hívják. Mind a kettő ugyanazt jelenti, hogy közös gyakorlat, összetartás közös gyakorlat, és a hejje, vagy más szóval manheng, az a laza időszak, a manhank pedig a tízezer cselekvést, a sok-sok külső tapasztalatot jelenti. Ez arra a bölcsességre alapozódik, hogy ezek a tapasztalatok, hogyha bekerülnek a tudatba, akkor nagyon jó motivátorok a gyakorlatra, és hogyha gyakorolsz, akkor nagyon tiszta tudattal tudsz kimenni a világba. És ez a körforgás, ez nagyon hasznos. Úgyhogy mi is a télit azt már jó pár éve csináljuk, és nyíltítok, hogy amikor az új zenterem megépül, akkor beindul a nyári is. Ez a cél. Úgyhogy szívesen látunk téged is. Köszönöm szépen. Szívesen. Az énekes könyvben szereplő mantrák, szútrákhoz szeretnék a használatutasítást, hogy melyiket milyen helyzetben lehet használni. A reggel énekeket reggel. Folytassam? Surangama. A surangamát azt éjjel és nappal a nap 24 órájában egy folyamatos orgonapontként kellene a tudatnak ismételnie. Tehát, hogyha valami iszonyatos nagy gubanc van, és legyalultak rólad mindent, és a lélekben még maradt egy jel, akkor az az legyen. Azt még életen és halálon túl recitálni a surangamát, illetve a másik nagy együttérzés dáranit. Tehát a nilakanta Dárani, illetve a pratyangiram Dárani. A nilakanta az a nagy együttérzés mantra, simyo Django de Dárani. Naponta javaslom háromszor, és a surit legalább egyszer. És a pratyangiram dharani az a surangama mantra, az a yang verzió, és a yin pedig az együttérző. És a kettő együtt az, ne én mondjam meg, hogy milyen tapasztald ki, jó? És hogy énekelj, amennyit lehet. Ezer szem és kész Ezerszem Ezer szem és kész sútra az az alapszerszámos táska. Tehát abban minden benne van, az összes alapmantra, az összes fontos bóthiszatva, mindenki, aki számít a mahajánában. És azt azért minden nap, hogy ez az alapszerszámos láda se hiányozzon. Szív sútra Szívem csücske. A szívszutra az, a, az, az én tisztító. Tehát azért gyönyörű a szívszutra, mert egy darab önképet, egy mák egoitást nem enged. Azért van az a sok-sok nem, 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 sem, 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 hogy még azt se hidd el magadról. Még azzal se azon a súly. Most mondj nekem még egy tant, amikor az elején kijelenti, hogy van szenvedés, oka a megszüntetés és a megszüntetésének útja. Eltelik 15 év, Muni elkezdi a prajnapára, amit a írásokban hátrahagyottant tanítani, és akkor azt olvasod, hogy nincs szenvedés, nincs annak oka, nincs annak megszűnése, és nincs útja a megszüntetésének. Miről beszélünk? Rólad. Rólad beszélünk. Az igazi önvalódról beszélünk, és hogy az nem azonos a karmáddal, amit egyébként teremtesz. Brilliáns a szívszutra, és mindenki recitálja el naponta egyszer legalább azért, hogy szépen a tudat tudatfelületét kristálytisztára nanométer pontossággal pucolja le minden illúziótól, amiről azt hiszi, hogy az ő lenne. Tehát eredetileg semmi sincs, mondta a hatodik pátriárka. De senki nem mondhatja azt, hogy senki, mondta Mici Mackó. Melyiknek volt igaza? Én a kultúrsokról szeretnék kérdezni. Tehát ezzel a tannal egy olyan kultúrkörbe került be a tan, ahol idegen. És nagyon sok gyakorló, aki meglátogatja a gyakorlást, hideglelést vagy kultúrsokkot kap, hogy hú, most itt valami fertőzés lesz, mi az, hogy ilyen nyelvű énekeket kell énekelni. Én a meditációt akartam kipróbálni. Azt szívesen leülök, ú, de nem 30 percre, az hosszú. Hát ezért ülünk Maga, ötvenet. maga a kultúrsokról szeretném, hogy egy kicsit beszélni. <laughs> Nézd, a legnagyobb kultúr sok szerintem az, hogy leülsz meditálni, és belül megszólalsz ékes magyar nyelven, de nem érted, hogy mit. Az se, hogy miért. Tehát az, hogy ez szokatlan, és egyszerre jön sok szokatlanság, ezt, hogyha idegenkedsz tőle, és egy felületet állítasz elé, vagy ellene, akkor ez sokként is lehet érzékelni. Tehát, ha látod azt, hogy az eszközrendszer miről szól, akkor nem a formához fogsz ragaszkodni. az nem technika. A zen nem formagyűjtemény. A zen nem pusztán kulturális cikkeknek így a kirakott tárháza. Aki ezeknek az eszköz jellegét meglátja, az tényleg tudja a zen útján követni. Tehát az, hogy milyen nyelven énekeljük, fontos. De hát mindent meg lehet szokni. Ha átérzed, hogy ez miért van, ha tudod előbb-utóbb, hogy miről szól, akkor meg lehet szokni, sőt, meg is lehet szeretni. Aztán le is lehet fordítani magyarra. Tehát vannak fordításaink, de aki ismeri az énekek tartalmát és a stílusát, az általában megérti, hogy miért nem kezdtük el magyarul recitálni ezeket, kivéve a szívszutrát. Lehet, hogy egy pár száz év múlva lesz olyan is. Tehát a mai napig páran nem tudják felfogni, hogy hogyan lehet nem latinul misézni. De lehet. Csak akik latinul szokták meg, azoknak a hideglelés ezt modern nyelven vagy nemzeti nyelven hallani. Nekünk nem. Ha ezt szoktad meg, hogy saját nyelveden hallod, akkor úgy van. De van, aki a mai napig azt mondja, hogy az csak latinul, és akkor vissza lehet igen, és akkor az arameus eredetivel mi lett? Tehát az elveszette. Nem az volt az eredeti? És akkor visszamegyünk oda, hogy nem a nyelv fogja meghatározni, hogy mi az eredeti hanem az, hogy a lélekben mit rezdít meg ebben a pillanatban az a nyelv, amire megszólalsz. Ha az leír az eredeti forrásig, akkor az rendben van. Ha nem, akkor lesz te akármilyen hagyományos vagy modern, akkor is kívül marad rajtad. Tehát mi az az eszköz, amivel az egyévállás tapasztalata tiéd lesz? És így a miénk is. Mégis ez számít. A többi az megszokható. Két kérdésem lenne. Az egyik az most született így a Nyelvek kapcsán. Hogy egészségesen született? Hát bizon benne. Hány kiló van? 3,60. Mondja. Arra gondolok, hogy van, aki azt mondja, és én ezt tudok azonosulni, hogy mindenfajta fordítás valamilyen torzítást jelent. Ilyen alapon akkor jobb az eredeti nyelvet használni. Tehát az is a... fordítás. A Szívszutrának elég sok változatától, négy 5 változatától olvastam, és itt-ott azért árnyalatnyilag eltérnek, tehát abból gondoltam, hogy talán az eredeti nyelv az. Az ilyen esetben jobb lehet? Nincs eredeti nyelv. Egy kicsit személyes és mély kérdés lenne. A feledés fájdala megóv bennünket az előző karmikus törmeléknek a látásától. A gyakorlás során mellékhatásként olyan karmikus emlékekbe futottam bele, amelyik nehezen feldolgozható. Maga a kérdés az az, hogy ez mennyire személyes ez az emlék, mennyire a jelen pillanatban énemnek a rezonanciája inkább. Tehát ez valahol megtörtént valamikor, és a tudat és a közös tárházból csak egy hozzá csapódott mágnesként valamilyen emlék. Mit csinálsz a konyhai szeméttel? Fogom és kidobom. Helyes. Hogy keletkezett a konyhai szemét? Úgy, hogy ételt főztél a családnak, megfőzted azt a családnak, ami ugye szükséges volt. És ennek a szükséges velejárója az, hogy a szemét vagy megtelik egy idő után, le kell vinni és ki kell takarítani. A karma ugyanez. Tehát a múlt a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. De melyek ezek, amelyekkel azonosulsz? ahol még van jó és rossz gondolat, ahol még van én és más gondolat, ahol bármiféle dualitás van, ami mint a csapszeg itt szétugrik, és nem tudod kihúzni az azonosulásodat ebből a tapasztalat rétegből. Tehát amikor azt mondjuk, hogy gondolkodj ítéletmentesen, lásd túl a polaritásokon, az nem pusztán egy ilyen erkölcsi etikai traktátus. Az a legfontosabb tanítás ahhoz, hogy elérd igazi valód, Nincs mit feldolgozni de el kell engedni azokat a dolgokat, amelyek a múlthoz tartoznak, és maradjanak nyugodtan a múltban. Miért? Azért, mert a karmikus törmelék egy részét magaddal hoztad a jelenbe. Ha nem látod ezeket, akkor ezek vágnak, szakítanak, tépnek, és ezek azok a traumák, amelyek állandóan újra termelődnek, látszólag maguktól, kapcsolatban, élethelyzetben, lélekállapotban és egyébben. És azt hisszük, hogy ez a sors. Nem. Ez az a karma, hogy még mindig ott van a szemét vödörben, és mi alágyújtottunk, mert fel akartuk forralni, mert fel akarjuk dolgozni. Nem a családi ebéd alá kéne a tüzet inkább meggyújtani? És a konyhai szemetet szépen a komposztba beletenni a szerveset, az éghetőkbe a papírt, a perpalackot a visszaforgatható műanyagok közé soroljam? Tehát minden karmának megvan a maga helye. Tessék szíves visszaforgatni. Tehát nehogy azt itt, hogy a trágyával bármiféle probléma van. Tanulj meg komposztálni. És a komposztot szépen vidd vissza a kertbe. És abból lesz az új zöldség. Úgyhogy nagyon figyelni kell arra, hogy ez a fajta rendbe rakom magamat, feldolgozom magamban, megmagyarázom magamnak, értelmet adok neki. Ezek természetes igények, csak terméketlenek. Egy mozdulattal rak ki. Egy mozdulattal engedd el. Itt nem kell külön szeméttelep, nem kell külön átrakó állomás, nem kell külön komposztáló domb. A feledés az ebből a szempontból pontosan úgy működik, hogy a tudatos személyiséget körülbelül a lényednek jó, ha 5%-a Összes többi tudattalan. És ami a tudat küszöbön kopog, üvölt, ordít, és be akar törni, azok feldolgozatlanságok, és azok a jelenben megmutatkoznak, nem kell a múltba visszamenni értük. Itt rongyolnak be az ajtón. És ebben a pillanatban kell megoldani a helyzetet. Ebben a pillanatban kell helyes kapcsolatot létesíteni. Ebben a pillanatban kell helyesen cselekedni és akkor az összes karma a helyére kerül. A melléktermék az melléktermék. Ami a gyakorlatban jön és megy, az nem fontos. Amit a gyakorlatban tapasztalsz, hogy nem jön és nem megy, az a fontos. Nem kell a múlt karmáján széttörned magadat, mert akkor még rontod a helyzetedet. Mindegy, hogy mi voltál, mert ez lettél, ami most vagy. Tehát nehogy a múltbéli inkarnációidon tiprógy, hogy most jó voltam, rossz voltam, ez voltam, az voltam. Teljesen felesleges. Ebben a pillanatban minden jelen van, ami ahhoz szükséges, hogy egészséges, tiszta tudattal éljünk. Melléktermék, konyhai szemét nyugodtan ki a komposztra. Halál megvető bátossága. Nem tudod a múltat megjavítani. Nem tudod a múltat megváltoztatni ezen a személyiségen, ezen a lényen, aki most vagy, aminek látod magad, azon változtass. Hogyan tudom kezelni a düh kitöréseimet? Boxkesztyű, zsák, ring. Oké, köszi. Honnan jön a dű? Ez a fontos. Nézd meg a dű A csap nem a víz, de a csapból jön a víz. Van a tudatnak egy olyan része, ami nem dühös, de abból jön a dű. És nem elfogyjuk, és nem kiéljük, hanem megtaláljuk a csapot, és elzárjuk. Ehhez van az a kérdés, amit alkalmazott huadunak hívunk. Az eredeti huadu az az, hogy mi vagyok. Mi az, ami a szememmel lát, hal, szagol, tapint, ízlágon, stb. Az a alkalmazott kérdés az, hogy mi ez, és honnan jön. Tehát állítsd meg a tudatot, és ne rohanj a dühöd elől, vagy a dühöd felé, és nézd meg, hogy az a jelenség miből táplálkozik, és mit táplál. Azért kell nagyon gyorsan megállni. És azért kell ilyen praxisban a pillanat tudatosságát kiélesíteni. Hogy mielőtt jön a tudati térben, már meglásd. És ahhoz kell a kérdés, hogy mi ez, honnan jön. Ha a fürdőszoba ajtó alatt folyik a víz, akkor valaki nyitva hagyta a csapot. Ha az ajtó is nyitva maradt volna, azt lehetett volna látni. De nem maradt nyitva, ezért csak amikor az ajtó alján kijön a víz, akkor azt látod. A tudati tér megnövekszik, hamarabb látod a karma keletkezését, és hogyha visszatérsz a kérdés lényegéhez, akkor előbb-utóbb a csapot el tudod zárni, és mielőtt a dű keletkezik, az előtt kiveszed belőle a szikrát, kiveszed belőle a lehetőséget. Például az ítélet alkotó magatartást, például a túlélő vagy birtokló ösztönt. Jó? És ez meditációs gyakorlat nélkül nem megy. Elakadtam az előző gondolatnál, mi, az, mi a dolgunk a tudatalattival, és mi a szerepe az álmoknak? Mi a szerepe a szánes kocsinak egy gőzösnél? Abban van az üzemanyag, ugye? Azt kell a kazánba rakni szépen lapátonként. Na, ugyanez a tudattalan és tudatos személyiség viszonya. Az álmoknak pedig az a szerepe, hogy amit meditációban nem pucolták ki, azt az álomban közli a tudattalanod, amely egyébként ez az egész univerzum, csak nem hisszük el. Az álmok nagyon sokfélék lehetnek, erről rengetegszer beszéltem, most erről nem nyitok újabb fejezetet. Ha helyesen gyakorolsz, akkor nem kell emlékezned az álmaidra mert mindig ebben a pillanatban helyesen cselekszel, helyesen beszélsz, helyesen gondolkodsz, és a többi. Ha nagyon nagy gubanc van, tehát például túl sok töltött káposztát ettél, akkor az álomban visszaszól a kémia, és ilyen bika alakban meg vagy kergetve. Vagy erőszakot követszel magadon érzelmileg, fizikailag, és akkor belekerülsz egy nagyon erőszakos álomba, ahol a felső béned visszaveri rajtad azt a hülyeséget, amit elkövettél, hogy tudtad, hogy nem akartad. És vannak még egyéb jelzésértékű álmok, és a legtisztább az, amikor van egy klip, és felébredsz, és lineáris időben iszonyú rövid, de annyira gazdag, hogy napokig nézegetheted. És utómunkára van szükség. Tehát a legfontosabb üzenet az álomban az, hogy ébredj fel. Megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, azt, hogy ma együtt tölthettük ezt az estét. Szeretettel várunk mindenkit az eredeti Fényzen templomban és egyéb darma alkalmainkon egyaránt. Köszönöm szépen!